Kereken tíz évvel ezelőtt a True Detective akkorát gurított, amekkorát ritkán lát az ember. Nyomozós sorozatokkal Dunát lehetne rekeszteni, de egy olyan nyomozós sorozat, mint amilyen az első évad volt, igazából lehetne maga a Duna, amely elbír sok-sok hajót és öröm rajta csordogálni bajós végkifejletek felé. De valljuk be, főként a színészek miatt szerettük az első évadot. A nyomozás is érdekes volt persze, de Matthew McConaughey és Woody Harrelson kettőse annyira működött, hogy az ember hajlamos elfelejteni, mennyire nem volt erős a végkifejlet. Mégis mindenki a nyomozós sorozatok csúcsaként emlékszik rá. A True Detective második évadát még elvitte a sztárparádé, de a csapongó sztori és a fura hangulat miatt nem sokan zárták a szívükbe, míg a harmadik megpróbált az első nyomdokain haladni, de végül sikerült unalomba fulladnia, így a feledés homályába merült nagyon-nagyon gyorsan. Lehetett sejteni, vagy inkább remélni, hogy a negyedik évadra majd valami nagyjal, valami mással fognak előrukkolni, és tényleg a True Detective negyedik szériája valami nagy, valami más, de annyira, hogy akár máshogy is lehetne nevezni, és lehet, hogy kellene is. A negyedik évad ugyanis fogta magát, és páros lábbal ugrott bele a horror medencébe, de egy akkora bombával, hogy egy kicsit bele is sérült. És nem azért, mert megosztó lett. Már a sarki Marika néni krumplis is megosztó. Nagyjából nincs olyan ezen a sárgolyón, ami egyöntetűen egy maga mellé tudna állítani egy nagyobb embertömeget. A hőbörgőknek ezúttal azonban pár dologban igazuk van, annak ellenére, hogy ez az évad végre adott valami olyat, amit az előző kettő nem tudott. Egy rejtét, aminek a megoldása tényleg érdekelt, és mindezt egy olyan világba merítette alá, amelynek minden pillanata olyan sötét, mint a kéményseprő meló után éjjel az erdőben. A helyszín ezúttal egy alaszkai kisváros elnész, ami a valóságban nem létezik, de ha létezne, akkor ezek után nem szeretnék még a 100 kilométeres környékén sem járni. Ez a hófutta városka ugyanis tele van misztikummal, és van is a határában egy kutatóbázis, ami mindig jó, hiszen egy rettentően havas és hideg táj plusz egy kutatóbázis már a dolog óta mindig nagyon jó kombó. Itt is lehet gyanakodni, hogy lesznek bajok, főként amikor horrorfilmbe illő mondatok és rángatózások közepette nagyon furcsa halált halat a, a brigád nagy része, akik rettentően bizal laukon csoportot alkotva fajnak meg a semmi közepén ruha nélkül, a ruháik viszont gyönyörűen összehajtogatva fekszenek mellettük. A gyilkos nagy valószínűséggel már ikondó lehet, őt azonban senki sem látta a helyszínen, a bázison pedig kupi van, úgyhogy gyanús. Az eset meglehetősen meghökkenti a környéket. Tenverse rendőrfőnök és az akarva- akaratlanul is mellészegődő Navarro rendőrnő pedig lassan elkezdi felgöngyölíteni a szálakat, amelyekben sok a misztikum, és egyáltalán nem biztos, hogy nem a természet természetfeletti világában kell keresniük a megoldást. De itt az első bibi. Mivel tisztában vagy azzal, hogy ez nem a misztikum és rettegés alaszka alsonsorozat, hanem a True Detective, tudod, hogy sokkal kézenfekvőbb lesz a megfejtés, és biztos nem a kertész szellemének zombi unokatestvére lesz a gyilkos. Másrésztről viszont a természet feletti vonal olyan erős, hogy konkrétan horrorba fordulnak a történések, így a sorozatban most először igazi jumpscare-ek, szellemek és egyéb nyalánkságok is beugranak a képbe, ami teljesen idegen az eddigi szériáktól. De baj az, hogy más irányba kanyarodik egy olyan antológia sorozat, ami láthatóan nem találja a helyét. Szerintem egyáltalán nem, de összességében azért hasonlít igazán egy True Detective szériára a mostani, mert két egymással nehezen kijövő, sötét múltal rendelkező rendőr nyomoz egy teljesen bizarr ügyben. És nem azért, mert a hangulata olyan. Jody Foster és Kelly Rice kettőse viszont tényleg nagyon jó, de kár hasonlítgatni az első évad párosához, mert Danvers és Navarro súlyos terheket cipelnek a vállukon, teljesen reménytelenül próbálkoznak a normális életnevezetű játékkal, bár igazából nem is próbálkoznak vele, hanem menekülnek előle. Danvers egy abszolút szerethetetlen karakter, aki tönkreteszi a környezete életét, kedvesnek a legkevésbé sem mondható, és az sem segít sokat a helyzetén, hogy nevet lánya is sokszor kerül a rendőrség célpontjába. Jody Foster brutálisan jó hozza a megtört agresszív kőkemény rendőrnőt, aki mellett Kelly Rice brutálisan jó hozza a megtört agresszív kőkemény rendőrnőt. Mindkettőjük múltjában akar egy-egy haláleset, ami csak fokozza a keménységüket, egyikük sem barátja az állandó párkapcsolatoknak, viszont mindkettőjük életében akad egy férfi, aki közelebb áll hozzájuk. Navarro azonban itt letér az egyes vágányról, és kicsit érdekesebb adalékokat kap a háttérsztoriához. Van ugyanis egy mentálisan instabil testvére, az anya halála pedig szó szerint kísérti, mert nincs is jobb, mint egy ágy alatt megjelenő anya egy olyan helyen, ahol az embernek minden másodpercben eszébe jut egy John Carpenter film. Jó nézni Jodie Foster és Kelly Rice kettősét, a két színésznő között baromira működik a kémia, az elképesztően sötét hangulat pedig tökéletes háttér a karaktereikhez. A rejtély viszont bármennyire is nyakateketnek tűnik, nagyjából a harmadik résznél megoldható, legalábbis részben. Na, nem a férfiakkal történt eset megoldására gondolok, hanem arra, ami a városkában zajlik. Mert ami itt folyik alaszka gyöngyösen, abban nagy truváj nincs. Épp ezért a rejtély megoldása okozhat némi csalódást, mint ahogy az is, hogy túl sok kérdés marad meg válaszolatlanul, és nem azok a kérdések, amik nem szorulnának válaszra. Már csak azért is, mert ezek a kérdések elég fajsúlyosak voltak a hat epizód során. Persze értem, én nem kell mindent megtudnunk, így lesz igazán misztikus a befejezés, de semmi szükség nem lett volna erre. A True Detective 4 igazából a legvégére kettő szállat van rá, és mind a kettő a nyomozás szála, de arra nem ad választ, hogy mi a fészkes fene folyik Navarroval és az ő megkattanásával, hogy miért lát mindenki egy random alaszkai kisvárosban szellemeket, illetve hogy bizonyos mellékszereplők mi a franciát játszottak túlságosan nagy szerepet, amikor a végkifejlett szempontjából teljesen lényegtelenek. És ha valami hát ez fel tudja húzni az ember, de annak nem kellene, hogy milyen lassan bontja ki a szálakat, mert már az első évad sem csinálta másképp. A negyedik évad sebességével más gond van. A második harmadik rész egy az egyben töltelékként funkcionál, ami tekintve, hogy összesen hat epizód van, elég rossz arány, mégis úgy érezni, hogy kellett volna még egy-két rész ahhoz, hogy úgy búcsúzhassunk el a két rendőrnőtől és Ennisztől, ahogy kell. Érthető, hogy miért lett megosztó a negyedik évad, de ha el tudod vinni magával a hangulata és nem siet sehová, akkor az első után ezt szeretted a legjobban. Én minden hibája ellenére kifejezetten bírtam, de tény, hogy nem hétről hétre néztem, hanem majdnem egyben, és így még a töltelék részeket is jobban meg tudtam bocsátani neki. Most már biztos, hogy jön az ötödik évad, amit szintén a negyedik évad showrunnere Issa López készít majd, szóval lehet számítani további lassulásokra és ijeszgetésekre. Én egyáltalán nem bánom, csak sikerüljön kettő jó főszereplőt találni hozzá.